Molnár András, az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság védelemvezetője, eddig körülbelül 25 árvízi védekezésben vett részt műszaki irányítói vagy védelemvezetői beosztásban, például a Mosoni-Dunán, a Tiszán, a Lajtán, az Öreg-Dunán vagy a Duna alsóbb szakaszán. Ekkora vízzel úgymond, ahol ilyen szinten kellett magasítani, nekem ez volt úgymond a legnagyobb, számomra itt volt a legnagyobb kihívás, és szerencsére úgymond minden az, már korábban mondtam, az alapokon múlik, az előrejelzésünk is annyit mondott, hogy még szombaton, hogy ez a, ami jön árvíz, az a eddigi várt legnagyobb vízszint körüli vagy a fölött lesz. Úgyhogy minket szombaton az árvíz előtt egy héttel riadóztattak, úgymond vasárnap reggel 6-kor már jelentkeztünk a védelmi központba, fölállt a stáb, és elkezdtünk felkészülni az árvízvédekezésre, meghatároztuk a feladatokat, hétfőn megyei védelmi bizottsági ülésen úgymond az érintett szerveket tájékoztattuk erről, mindenki meghatározta ezzel kapcsolatos saját feladatait, honvédségi erők igénybevételétől a homokzsák biztosításán keresztül a önkormányzatoknak a közerő riasztása és szervezése ügyében mindenki megkapta a rá vonatkozó részt, és ez szépen úgymond el is indult, és ment végig kedszerd a csütörtök. Az első napokban úgymond egy kicsit akadozott, de úgymond egy ilyen rendszert úgymond elindítani, ahol ennyi szűk keresztmetszet van, azért nem is lehet elvárni, hogy ami még nem működött, egyből 100%-osan menjen, de úgymond a nap végére már flottul ment. Ahogy jött az előrejelzés, növelni kellett a kapacitást. Mindenhonnan megkapták a maximális támogatást, tette hozzá a védelemvezető. Úgy vettem észre, hogy teljesen átérezték a érintett szervek vezetői munkatársai azt, hogy itt most egy nagy dolgot kell megcsinálni, meg kell védeni úgymond a települést, településeket, Komáromot, Almásvízítőt egy olyan árvíztől, amilyen eddig még nem volt. Hát azt nem gondoltuk a végén, hogy az eddigi vízszint, a ominózus 2002-es, az 43 centivel fog megdőlni, annyival volt magasabb a víz. Mivel időben elindult a védekezés, úgymond a műképítése elkészült időben, úgymond az első csata megnyerésre került, úgymond szint ellen tudtunk védekezni, onnantól kezdve meg úgymond az állékonyság ellen kellett, az állékonyságot kellett folyamatosan biztosítani. Mindenhol ott voltak a katonák, az önkéntesek folyamatos készenlétben voltak, itt a homokzsák töltődepókon, a mávosok folyamatos 24 órában biztosították a kocsikat, a beszállítást, úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy itt minden úgy zajlott le, hogy egy ilyen komoly védekezésnél le kell zajlania. Az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság részéről körülbelül 70 fő vett részt a védekezésben, a társvízügyektől körülbelül 100 fő. Érkeztek szakemberek Szolnokról, Nyíregyházáról, Miskolcról, Szegedről, Pécsről, Bajáról. Molnár András azt mondja, mint védelemvezető 3 napot tartott szem előtt, a tegnapot, a mát és a holnapot. Értékeltük a tegnapot, meghatároztuk a napi feladatot, és a holnapra felkészültünk. Az előrejelzéseket is így kaptunk. Én messzebbre nem is néztem, mindig úgymond egy-két napra előre határoztuk meg a feladatokat. Volt olyan pillanat, mikor aggódtam, és akkor a létszámot, illetve az erőforrás bővíteni is kellett, de gond nélkül ment, úgyhogy 2 olyan éjszaka volt, amikor úgymond nem tudtam aludni, folyamatosan egész este szerveztük a következő napi feladatoknak a végrehajtását, de a tetőzés előtt éjszaka úgymond már tudtam egy jót aludni, mert a védmű állt. A homokzsákok elbontása annak a feladata, aki építette, vagy aki felelős volt azért, hogy az a mű megépüljön. Mi itt a Rákóczi rakparton építettünk, innen szépen el is bontottuk a bordás megtámasztást. A vasút mellett a mennyiségből adódó, amivel ott közel 700 ezer darab homokzsák került beszállításra és beépítésre, az úgymond egy kicsit később fog elbontásra kerülni, de ott nem is zavar úgymond senkit. A többi helyen, ahol ilyen kisebb védműveket építettünk, ott szintén mi a bontás folyamatosan csináljuk, jelenleg Dunalmás térségébe. Azokat a homokzsákokat, amelyek érintkeztek a vízzel, veszélyes hulladékként kezelik, és különböző ártalmatlanító üzemekbe szállítják. Amelyek nem érintkeztek a vízzel, azokat kiürítik, kitisztítják, és elteszik egy későbbi árvízi védekezéshez, vagy önkormányzatok részére biztosítanak készleteket.